Márciusban tartották meg a Mezőtúri Horgász Egyesület éves közgyűlését. Milyen döntések születtek a 2015-ös közgyűlésen? Hát tulajdonképpen a közgyűlésnek az alapvető dolga az, hogy a 2014-es évnek a beszámolóit elfogadtassuk a közgyűléssel. Első lépcsőben ezek megtörténtek, tehát a vezetőség tagjai beszámoltak, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy egyöntetű többséggel a közgyűlés elfogadta ezeket a beszámolókat. Ezen kívül ugye a második fő napirendi pontja volt a közgyűlésnek, mivel 4 éve regnált ez a vezetőség, az új vezetőség megválasztása, és akkor ez is megtörtént tulajdonképpen. Mit tudhatunk az új vezetőségről? Történtek-e személyi változások? Hát a vezetőség tulajdonképpen 2 tisztség kivételével újra meg lett választva. Ez a 2 tisztség a horgászmester tisztsége, aki egy új ember kellett, őt úgy hívják, hogy Legeza György, illetve a ifjúsági felelős, aki szintén egy új ember kellett, ő a Strausz László. És az összes többi emberke az pedig megmaradt a vezetőségben. Illetve hát 1-2 taggal bővül, de ők alapvetően nem vezetőségi tagok, a felügyelőbizottsági tagok bővültek 2 fővel még. Hogyha visszatekintünk az előző ciklusra, az előző 4 évre, akkor hogyan lehetne összegezni, értékelni ezt a 4 esztendőt? Hát itt nagy szavakat kellene mondanom, ez a 4 év, ez a küzdés éve volt. Ugye annyit kell tudni, hogy az Egyesület az elnyert egy líder pályázatot, egy 52 millió forint értékű líder pályázatot. Ezt a 4 év alatt, amit ígértünk, ugye a 4 év elején én azt ígértem a testületnek, hogy végigvisszük ezt a pályázatot, ez megtörtént. Ott van a 3 horgászház, ez üzemel, a tavaly évben már 1 millió forintot hozott ennek az Egyesületnek. A következő, amit ígértem, az a versenypálya. Tulajdonképpen a versenypálya az megépült, ami még az idei évben még hátra van, ugye a bejárók a stégekre, ezt most csináljuk éppen. A 3., amit ígértem, hogy meg lesz a tanösvény a tó körül, a táblák készen vannak, ezt most március, vagy most áprilisban fogjuk lehelyezni ezt a 10 táblát, amin 12 információs rész lesz. Illetve hát, amit én nem ígértem meg, de gondoltam, hogy amennyiben kész lesznek a horgászházak, akkor ebbe majd a gyerekeknek horgásztáborokat szervezünk. A tavében már szerveztünk egy horgásztábort 44 fővel, és az idejében pedig 2 turnust fogunk szervezni a június 28-ától kezdődően folyamatosan 2 héten keresztül. Itt 30-30 gyerekre számítunk, hogy eljönnének, és akkor őket lehet valamilyen szinten nevelni, oktatni a horgászetikára. Amiben esetleg hiány szenvedett az Egyesület az elmúlt 4 évből, az utolsó évben kevesebb halat telepítettünk, és ezt meg is érezte a horgásztársadalom, illetve a 2 évvel ezelőtti, amikor a nagy belvíz volt, akkor elment viszonylag sok hal a túrtő és vízrendszeréből, ezt megérezték a horgászok. Itt kell erősítenünk, tehát most már azért túl vagyunk a nehezén, ugye az Egyesület nem roppant bele anyagilag, egy 52 milliós hitelt, vagy hát pályázatot előfinanszírozott, ugye a maga 16 milliós éves árbevételével, tehát ez egy nagy teljesítmény, én úgy gondolom, és tényleg ott van, tehát igénybe vehető a saját horgászaink által is, illetve a vendéghorgászok által is, tehát én úgy gondolom, hogy viszonylagosan sikeres 4 évet zártunk. Kezdődik a horgász szezon, hogyan készülnek az idei szezonra? Hát az első legfontosabb dolog, ugye a süllőfészkeket kihelyeztünk, tehát 50 mesterséges süllőivató helyet szétraktunk a halőrökkel, vagyis hát halőrök tették szét a vizeken. A következő, hogy simítóval, illetve gréderrel megjavítottuk az utakat, illetve jött egy munkagép is, ami a nagyobb, mélyebb árkokat behúzta, illetve a versenypálya körüli útszakaszt azt megcsinálta. Ugye ott még van egy kis hiányosság, de azt bepótoljuk. Ezen kívül, hát mit mondjak még, a horgászházak körül telepítettünk fákat, itt például 16 darab birsalmafát, ami az én elképzésem szerint majd 4-5 év múlva olyan pálinkát, saját pálinkát tudunk készíteni, amivel jutalmazni tudjuk a segítséget a horgászok részére, illetve a nagy halat fogó horgászokat, egyebeket. És ami a legfontosabb, az ugye majd most következik a ponttilalom, kezdetekor fogunk telepíteni 3 nyaras pontyot, mert ahogy én gondolom, egy olyan 5 tonna 3 nyaras pontja indítunk, és aztán majd látjuk. Hogy rátérünk a vizsgáztatásra, tudnak-e vizsgáztatni? Igen, hát tavaly évben is saját jogon az Egyesület megszerezte a vizsgáztatási lehetőséget, akkor az megyében 3 horgász egyesületnek volt ilyen lehetősége, idén azt hiszem 5 vagy 6 ilyen egyesület van, köztük vagyunk mi is.
március 17-én már megvolt a, március 27-én talán már megvolt az első vizsga, ahol 7 csemete vizsgázott, és a következő vizsga azt hiszem április 17-én lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Aki jelentkezni akar, az Ugrai Zsigmond vizsgabizottsági elnöknél teheti meg, illetve hagytunk 5 darab tananyagot a piasztéri horgászboltba, amit a gyerekek elvihetnek, és utána visszakérjük, tehát mint egy kölcsönző rendszerbe ezeket elvihetik, színes ábrákkal kinyomtatva ott van a rendelkezésükre.